Szép jó reggelt, szép jó napot, szép jó estét, kinek mi jár az új évben. Hát gyerekek, csak ilyen kutyafuttába tudom megcsinálni a köszöntőt, ugyanis két munkaköz vagyok. Úgy értem, hogy ugye most megyek reggel 8-ra, most van 7 óra, még nagyon gyorsan ezt föl tudom tenni nektek. És hát ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, úgy az e-mailekbe, akiknek nem válaszoltam. Nagyon el vagyok havazva a válaszadásokkal, mindennel, vagyis hát el vagyok maradva. A köszöntőkre, köszöntésekre, e-mailekre nem válaszoltam. A YouTube-ot, vagy két napja meg se néztem. A Facebookról már nem is beszélek, úgyhogy nem mentegetem magam, dolgoztunk. Aztán egy kritikát kaptam, hogy ezt kénytelen vagyok elmondani, hogy valaki beírta, nincs az a pénz, amennyiért ő Szenteste nem dolgozza. Az rendben van. Uh-huh. De mi az, hogy kötelesség és szolgálat? Amikor olyan munkát választasz, vagy olyan munkaköröd van, hogy nem te döntesz, hanem a főnökeid döntenek, hogy mikor dolgozol, akkor ezek szerint ne dolgozzanak a egészségügyiek, a rendőrség, a tűzoltóság, meg egyebek. Ugye? Az orvosok? Senki? Az karácsony, Szenteste? Hát itt nem a pénzről van szó, csak ezt akartam elmondani, hanem a szükségesség és a kötelesség. És az, hogy egy olyan szakmám van, olyan szakmában dolgozom, ahol nincs ünnep. Nincs kivétele. Ennyit akartam elmondani. Na most ennek fejében aztán végig is dolgoztuk. Évi is, én is az egész ünnepeket. És elég sokat, és helyettesítés, stb. Ezért is maradtam el mindenne. Ezt muszáj volt elmondjam, egyben meg is indokoltam, hogy miért vagyok elhavazódva így a kommunikációval, a social médiát, azt most hagytam, nem is filmeztem semmit, úgyhogy nem is igen főztünk, igaz? Nem igen. Semmit, tehát most itt pogácsát, fagyasztott pogácsát, kitekered, pukkan, megsütött, kész. Szóval így egyedi hirtelen, aztán kezdjük az új évet majd azt hiszem a holnapi nappal már majd lesz valami főzés. És hát még egyszer nagyon szépen köszönünk mindenkinek mindent, a méltatásokat, a jókívánságokat, a szerencsekívánságokat, és a leveleket, és a lojalitást, és mindent együtt. De viszont kívánok mindenkinek tiszta szívből, családom és a magam nevében nagyon jó egészséget, boldogságot, szerencsét a következő évben, és sok-sok pénzt. Pénz is nagyon fontos, igaz? Ja. Úgyhogy... Lencsét már megettük. A lencse megvolt, meglátjuk a hatását. Jó? Szevasztok! Még egyszer jó egészséget és boldog új évet mindenkinek a világon. Köszönöm.